Még mindig nem töltötték be a Momentumos képviselő helyét, így a fehérvári ellenzéki frakció továbbra sem teljes. Képtelenek voltak közös jelöltet delegálni az ellenzéki kompenzációs listáról. A Jobbik Magyarországért mozgalom ugyanis nem rendelkezett a bírósági nyilvántartás szerint nyilatkozattételre jogosult képviselővel. Egy olyan megállapodás született, hogyha valamelyik képviselő valamilyen oknál fogva nem tudja ellátni a tisztségét és lemond, akkor ugyanazon pártnak lesz joga jelölni. És ugye ebben az esetben a Momentumról van szó, és a Momentum jelölte is Rédei Norbertet, akit minden párt támogatott. Csak volt egy olyan jogi probléma, amivel nem számoltunk. Ugye a Jobbik tisztújítása miatt nem volt aláírójuk, úgyhogy emiatt csúszik ez a folyamat. A helyi választási bizottság a törvénynek megfelelően döntött a mandátumról, amit a lista alapján Szabó László DK-s képviselő kapott. Ezt adta most vissza, ugyanis a pártok megállapodása szerint lemondott a mandátumáról a DK-s politikus. Így újra indul a törvényben meghatározott 30 nap. Július 15-től, tehát a következő hónap július 15-től lemondok a képviselői mandátumomról. A döntésem háttere mint ismert, Barlabás András még június közepén döntött a mandátum visszaadásáról. Azóta sem sikerült erről dönteni, most tovább ketyeg az óra, hiszen a mandátum visszaadásától számítva újra 30 napja van a hét jelölő szervezetnek, hogy megjelöljék, kit szeretnének közösen az ellenzéki frakcióban látni. Megkapta a helyi választási bizottság a képviselő döntését arról, Szabó László úr döntését arról, hogy nem kívánja átvenni a mandátumát és lemond róla. Ezért aztán a választási bizottság ismét megkereste a jelölőszervezeteket, hogy onnantól kezdve, tehát a lemondást követő naptól 30 napja van arra a hét jelölőszervezetnek, hogy együttesen, egybehangzóan pontosabban megjelöljék, hogy kit szeretnének mandátumhoz juttatni. A hét szervezet egyébként korábban Rédei Norbert személyét jelölte meg, erről most még nem érkezett jelzés, így a határidők függvényében ugyan, de valószínűleg szeptemberben is csonka marad az ellenzéki frakció.